Köszöntöm a nézőket! 2020-ban megújul a szakképzési rendszer. A megye szakképzésben érintett partnerei egy szakmai tájékoztatón vehetnek részt, ami az átalakulásról szól. A mai esti mérlegben ezzel foglalkozunk, tartsanak velünk! Januártól lépett életbe az új szakképzési törvény, amely számos változást hoz a 2020-21-es tanévre. Az újdonságokról szakmai napon tájékozódhattak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum partnerei. Az utóbbi időben nagyon sokat beszéltünk már a szakképzés átalakításáról. Elfogadásra került a szakképzés stratégia, elfogadásra került az új szakképzési törvény, a végrehajtási rendeletet ugyan még várjuk, de mindezek már adnak nekünk olyan feladatokat, amelyekkel kapcsolatosan tájékoztatni kell a partnereinket. Ezt szeretnénk ma megtenni. Ugye megújulásban van maga a szakképzés, mire kell gondolnunk, mi mindenben változik, ugye nagyon sok dolog fog változni ettől az évtől. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most alapjaiban változik meg a szakképzés. Tehát az eddigiekhez képest, amikor csak itt-ott kicsit toldoztunk, foldoztunk rajta, most teljes megújuláson megy át a szakképzés, mind a módszertanban, mind a tananyagtartalomban, mind az oktatás szervezésben, a partnerekhez való partnerekkel való kapcsolatban, az ösztöndíj rendszer teljesen átalakul, tehát tulajdonképpen egy nagyon nagy munka előtt állunk. Miért volt szükség egyébként erre a megújításra, a megújulásra? Hát ezt tulajdonképpen az ipar is kikényszerítette, hiszen azok a szakmák, amelyeket mi oktatunk és amelyek betők foglalkoztatják, azok nagyon sok változáson mentek át. A munkaerőpiac is átalakult, maga a tananyagtartalom is átalakult, a lemorzsolódás csökkentésére is oda kell figyelnünk. Nagyon fontos az, hogy ne kerüljenek ki fiatalok úgy az intézményrendszerből, hogy nem szereznek valamilyen szakképesítést, tehát ez mindegyüttesen kényszerítette ki ezt a változást. A legutolsó számok szerint 174 számra redukálódott le a szakmai jegyzékünk, amivel tulajdonképpen el lehet azt érni, hogy egy széles alapozású, minden irányba elmozdítható, ugyanakkor átjárható struktúrát hozzunk létre, aminek az lesz az eredménye, hogy a fejlesztési lehetőségek is bele vannak íródva. Mert ugye amit most gondolunk, az a mostani szakmai és ipari színvonalhoz lett meghatározva, és nagy valószínűséggel, hogy azt tudjuk, hogy ami szakmát mi most képezünk, az valószínű 10 év múlva nem biztos, hogy az a szakma létezni fog, és lesznek olyan szakmák, amikről még nekünk elképzelésünk sincs. Gondoljunk csak a mesterséges intelligenciáról, tehát annak annyi részterülete lesz még, és annyi minden születhet ott meg, hogy az biztos, hogy ott komoly változtatásokra lehet számítani, és ez a rendszer biztosítja azt, hogy a tanácson keresztül viszonylag gyorsan lespecifikálhatók ezek a területek. Egyértelmű, hogy egy életen át való tanulás, az valahogy biztosítani kell. Ez minden társadalom számára nélkülözhetetlen, mert ugye az az értékes ember, aki örömmel megy a munkahelyére, és ott látja az értelmét a munkájának, és ezért sikeres lesz akkor az élete és a magánélete. Egy kiegyensúlyozott társadalomra lehet számítani. Ennek eredménye az, hogyha a felnőtt képzésünk rugalmas, tehát mindenki megtalálja azt az utat, ami az ő képzése, szakmai felkészültségéhez lehetőséget ad egy újabb szakterület, vagy az ő szakterületének az elmélyítésére. Hát ez nagyon nagy feladat, mert ugye ehhez biztosítani kell az oktatói gárdát és a képzési struktúrát, tehát ez csak egy olyan rendszerrel valósítható meg, amiben bele van ez álmodva a első pillanattól. És ami világos, hogy a rendszer rugalmatlansága abból adódott, hogy a visszacsatolások a különböző igényterületekről, tehát a gazdaság és a szolgáltatás, a szakképzési szolgáltatás végig között az nem volt teljesen harmonikus vagy akadozott. Ugye egyértelmű, hogy ez az online felületeken valósítható meg. Az biztos, hogy ezekből viszont az adatok kinyerése az egy másik feladat. Milyen fajta innováció várható a szakképzésben ebben az évben, vagy ettől az évtől kezdődően? Hát ugye nagyon nagy változások előtt állunk a gazdaság lendületének fenntartásához, ugye a szakképzés 4.0-át hozzá kell igazítani, ez is a szlogenünk tulajdonképpen, hogy az ipar 4.0-ával harmonizáljon az új szakképzés, lendületes legyen, olyan szakembereket tudjunk képezni, akik az ipar haladását elősegítik, ezért bevezetjük az új képzési struktúrákat, mint az új technikum, az ösztöndíjrendszer és egy digitalizált oktatási formát akarunk alkalmazni, valamint a szakképző helyeket új technikával kívánják felszerelni. Ennek eredményeként létrejönnek az ágazati képzőközpontok és a duális képzés teljes mértékben kiteljesődik. Ez ebben az évben kezdődik, és milyen távlati tervek vannak, mikorra kell, hogy megvalósuljon teljes mértékben ez az innováció?
Hát szeptemberben indulunk az új programmal, ugye a technikus képzés 5 éves lesz, tehát Isten igazából azt mondhatom, hogy 4 év után lesz az igazi nagy változás, amikor a szakképzésnek a végeredményét, a technikus képzést produkálni fogjuk, és 5 év múlva születnek meg az első technikusok, akik a reményeink szerint már minden elvárásnak meg fognak felelni. Ön az előadásában arról is fog beszélni, hogy a kapcsolattartás milyen a gazdálkodó szervezetekkel, ezzel kapcsolatban milyen változás várható? Az az igazság, hogy az új szakképzési koncepcióban a gazdálkodó szervezetek az iskolába lépéstől kell, hogy együttműködjenek a szakképzés minden szintjén és a szakképzést művelőkkel, sőt, ők is aktív részesei. Tehát azt mondhatom, hogy már a pályaorientációnál számítunk a gazdálkodó szervezetekre. A saját érdekük és világos a szakképzés érdeke is ez. És tulajdonképpen a gazdaság és az ifjúság érdeke, hogy ő azt tanulja, amihez a legjobban tud azonosulni, és amivel a legeredményesebb életutat tudja végigjárni. Mit lehet tudni egyébként ezekről a gazdálkodó szervezetekről, társaságokról? Mennyire szeretik egyébként az együtt dolgozást, a munkát a diákokkal? Hát az igazság, nincs választás. Tehát munkaerőre szükség van, a KKV-knek ez az egyetlen menekülési út, hogy ő neki jó munkaereje legyen, biztos munkaereje legyen, és hogy ő is azt a technikai színvonalat tudja produkálni, amit elvár tőle a gazdaság és az ipar minden szintjén, meg tudják ezt valósítani. Nagyon fontos számunkra az új rendszer kialakításánál, hogy végig gondoljuk, hogy hol képezünk, kiket képezünk, mire képezünk, mennyi ideig, kivel, kinek, ezeket a kérdéseket kell feltenni ahhoz, hogy a szakképzés rendszerét alapjában meg tudjuk változtatni. Tehát nem elég csak az egyik szereplőben gondolkozni, mint ahogy Csaba is mondta, hogy hol az egyik területet fejlesztettük, hol a másik területet fejlesztettük, és hol itt lettük, hol ott lettük. Tehát tulajdonképpen mindent át kell gondolni ahhoz, hogy ez hatékony legyen. Nagyon fontos végig gondolni azt, hogy milyen módszertani megújulásra van szükségünk, ami azt jelenti, hogy igenis pedagógus továbbképzésre is szükség van. Pedagógus kollégáinkat is meg kell győzni arról, hogy az a fajta gyakorlatorientált, kifejezetten problémamegoldást segítő képzési formát hogyan tudják megvalósítani, tehát hogyan tudják a diákjaikat ahhoz segíteni, hogy azoknak a kompetenciáknak meg tudjanak felelni, amit majd a cégek elvárnak tőlük. A fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia témakörében tart előadást, mire kell gondolnunk? Hát két olyan területre, ami most nagyon aktuális, miután én egy középiskolában, egy szakgimnáziumban dolgozok, ahol egyre inkább szembesülünk azzal, hogy a technika vesz körbe bennünket és a diákokat, így elengedhetetlen a digitális kompetenciánk fejlesztése mind nekünk, mind a diákoknak. A fenntartható fejlődés pedig azért fontos szintén, mert a tagintézményünk környezetvédelemmel és egészségügyel is foglalkozik. Ezek a kompetenciák pedig a környezeti nevelés szintén hangsúlyos szerepet kaptak a szakcentrum szempontjából is, hiszen ez a pedagógusok munkája során is értékelésre kerül, illetve a globális szinten, lokális szinten is találkozunk egyre inkább a környezetváltozással, környezeti problémákkal, ami elengedhetetlen, hogy egy új szerepet kínál a tanároknak, illetve a diákoknak, újfajta hozzáállást, az értékrend megváltozását. Hogyan tervezik egyébként a digitális kompetencia elsajátítását, vagy a már meglévő kompetencia bővítését a diákok számára? Hát mindenféleképpen továbbképzésekre van szükség számunkra is, illetve a diákoknak pedig meg kell tanulni, ők jobban értenek elvileg ezekhez a dolgokhoz, mint mi, többet is használják, viszont meg kell tanulniuk okosan használni ezeket. Az információ áradatból kiszűrni azokat az információkat, amik valósak, amik nem valósak, megkülönböztetni a fake news-t a valóditól, és a munkájukhoz, a prezentáció, vagy majd az életben úgy használni, hogy ők is profitálhassanak belőle. Milyen eszközökre van szüksége ehhez a digitális kompetenciához? Hát már náluk van az okos telefon, ezt mindenképpen be tudjuk vonni, de a számítógépek, laptopok, tabletek, az, hogyha hozzá tudnak jutni a tanulók, akkor egyre inkább papírmentessé tudjuk tenni az oktatást, ami segít nekik abban, hogy
könnyebb legyen az órákra is fölkészülni, napra készek legyenek, náluk legyenek mindig ezek az eszközök, tehát számítógépes park fejlesztésére mindenképpen. Hogyan vesz részt a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésben itt a megyében? Kiemelkedő szerepe van a kamarának, nem csak a mennyiben, hanem országosan a szakképzés kialakításában, legfőképpen itt a változások kapcsán, illetve nagyon fontos az együttműködés a partnerszervezetekkel, hiszen úgy tudjuk együtt megoldani azokat a feladatokat, amik ránk várnak. Nagyon fontos a gazdálkodóknak a támogatása ebbe a változó jogi környezetben, illetve minél hamarabb kommunikálni feléjük, hogy mire számíthatnak, hogyan tudnak tanulókat fogadni majd az új képzésben. Ez számunkra a lehető legkiemelte feladat. Hogyan tudják ezeket a tudásanyagokat átadni a gazdálkodó szervezetek számára? Milyen fórumon van erre lehetőség? Hát akár a mai tájékoztató fórumon, amit a szakképzési centrum által került megszervezésre, de folyamatosan lesz a kamarána is tájékoztató nap, szakmai fórum, ahol akár a szakképzési törvény változásairól fogunk tájékoztatást adni, de akár egy gazdálkodó befáradt hozzánk, akkor személyes tanácsadással segítjük az ő munkáját. Ezek a gazdálkodó szervezetek egyébként mennyire szeretnek bekapcsolódni így a szakképzési rendszerbe, mennyire szeretnek diákot foglalkoztatni, milyen tapasztalatok vannak erre nézve? Több mint 1000 tanuló szerződést gondoz most a kamara, ahol a duális képzésben a gazdálkodók részt vesznek magában a képzésbe, de természetesen itt az együttműködés nem szűnik meg, hanem már a pályaorientációban, tehát abban is részt vesznek a gazdálkodók, hogy a képzőhelyeket meglátogathassák az általános iskolás tanulók, és különböző vetélkedőkön, technikai órákon részt vesznek a gazdálkodók, tehát teljes mértékig lehet azt mondani, hogy felelősséget vállalnak a képzési rendszerben. Ugye, ha jól tudom, akkor eddig tanulói szerződések voltak, ezek most munkaszerződésekké változnak, akkor ezzel kapcsolatban is nyilván vannak változások, amire fel kell készülniük majd a munkáltatóknak. Hát az átmeneti időszakban még továbbra is ugye tanulószerződés együttműködés megállapodás kerül megkötése, majd a felmenő ágon lesznek a munkaszerződések. Itt van nagyon fontos szerepe a szervezeteknek az együttműködésének, hogy minél hamarabb, minél legaktuálisabb információkkal lássuk el a gazdálkodókat. Milyen felnőtt képzési lehetőségek vannak itt most a megyékben? Nagyon sokféle észérte ágazó felnőtt képzési lehetőségek vannak. Egy igazából szerencsés helyzet van kialakulóban, mert a régiek is, úgymond régiek futnak még, de ugyanakkor szeptember 1-től az új rendszer szerint is tudunk felnőtt képzéssel foglalkozni. Felnőtt képzést tekintve mennyire csökkent le mondjuk így az OK-s képzések száma? Lecsökkent-e egyáltalán, vagy milyen változás várható 2020-ban? Nyilvánvalóan csökkenés mutatkozik minden területen, de megvannak azok a paraméterek, amikkel jól lehet sáfárkodni, és aki felnőtt képzésben akar részt venni, akár magánszemélyként, akár cégenként, lesz rá lehetősége. Mit lehet mondani, melyek azok a népszerű felnőtt képzési szakok, amiket azért szeretnek választani az emberek? Az informatika mindenféleképpen nagyon-nagyon népszerű. Ezzel pályázatokkal is segíti a kormány, például az IKER 1, IKER 2, ahol díjmentesen lehet becsatlakozni, de természetesen más területeken is, a műszaki területeket is nagyon kedvelik, a kommunikációs területeket is, úgyhogy van bőven választék. Vizsgaközpont bemutatkozása címmel tart előadást. Mit lehet tudni erről a vizsgaközpontról? Hogyan működik? Van-e változás a működésében? A vizsgaközpontunk már régóta működik az OK és vizsgáztatás területén. Vannak saját vizsgáink, úgymond külsős vizsgázókat is tudunk fogadni, tehát akik a felnőtt képzésben máshol folytatták a tanulmányaikat, és hát természetesen azokat is tudjuk vizsgáztatni, akik a képzésben is nálunk voltak jelen. Ezt 2022. december 31-éig tudjuk ezt a régi rendszert működtetni, és szeptember 1-től az idei évben viszont belép az új akkreditációs rendszer, amiről hát még várjuk a pontos információkat, de egy teljesen új struktúrával fog működni a vizsgaközpont. Akkor erről az új struktúráról még sok mindent nem lehet tudni, ugye, hogy miben lesz változás, vagy mekkora változás lesz ez 2020-ban? Nem igazán lehet pontos részleteket, hogy változás lesz az egészen biztos, és hát várjuk mi is azokat a háttér információkat és rendeleteket, amik a törvényhez hozzá tudnak tartozni. Kedves nézőink, a mai esti mérlegben az átalakuló szakképzési rendszerről láthattak, hallhattak egy összefoglalást. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!